mindenkit köszöntök ezen a szép júniusi reggelen, a tanév utolsó napján. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, és izgalom jár át bennünket a nyári szünet közelettével. A bizonyítványok készhez vétele egyre közelebb visz a késői ébredéshez, a sok játékhoz, a pancsoláshoz a strandon. De még addig évzáró műsorunk kezdeteként énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem Matinán és Semperger Anikót, iskolánk igazgatónőjét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, kollégámat, tanítványunkat iskolán tanévzáró ünnepéjén. Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyezel, a világot építi tovább. Mondta Exupéry. Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem érzékelhető, hogy a világ általunk is épült, és tanultunk felelősen élni, felelősnek lenni a gondolatainkért, a szavainkért és tetteinkért. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött. Terveztünk, küzdöttünk, izgultunk és örültünk a sikereinknek. Iskolánk életében elérkezett az a pillanat, amelyet ugyanolyan lelkesedéssel várnak tanárok és diákok. A tanévzáró minden kétséget kizáróan közös ünnep mindannyiunknak. Ezzel talán a kedves szülők nem értenek egyet, mert most az ő gondjuk nő meg veletek, de igyekszünk azzal a jó néhány táborral enyhíteni ezt a problémát,
amit többnyire pályázati forrásból szerveztünk meg. Lesznek napközis és ottalvós táboraink is, ezekről már részletesen mindenki kapott információt és tudja, hogy ki hová fog menni. Mintegy 210 tanulónak biztosítunk tartalmas szórakozást a nyári szünetre, hiszen egész évben azért folyik a küzdelem, hogy a forró nyári nappal együtt végre ránk köszöntsön a szabadság. Persze, mint minden nagy eseményt az életben, ezt is ki kell érdemelni. A szabadságot is csak az vívhatja ki maga számára, aki keményen megdolgozik érte. Az évvégi eredményeket figyelembe véve összességében elmondhatjuk, hogy ez a nagy többségnek sikerült is. Méghozzá úgy, hogy igen szép osztályátlagokkal büszkélkedhetünk. Munkás, változatos tanévet zártunk, a tanulmányi eredményeink jónak mondhatók. Külön szeretettel gratulálok a 4. A osztályosoknak, akik ebben az évben a dobogó legmagasabb fokán állnak, ha a tanulmányi eredményeket tekintjük. Az ő osztályátlaguk 4,39. Ha csak a felső tagozatosokat nézem, akkor viszont a 6. ásoknak a legjobb az átlaga, az övék 4,12. De hogyha már a számoknál tartunk, tudjátok azért én matek szakos lévén, azért ezt nehezen tudom kizárni az életemből, azt azért szeretném nektek elmondani, hogy 52 tanulónk átlaga jobb, mint 4,5. Közülük 23 kitűnő és 22 jeles. Ez azt jelenti, hogy ha körülnéztek, hát azt mondanám, hogy minden 5 és feledik gyerek az iskolába, de nem, mondjuk minden 6. gyerek jobb eredményt ért el, akivel találkozol a folyosón, mint 4,5. Az értékeléshez azonban az is hozzátartozik, hogy nem csak a sikerekről ejtünk szót. Mint ahogy azt korábban már említettem, sajnos az idén is vannak olyanok, akiknek a szünidő nem felhőtlen nyaralással telik majd, hanem a pótvizsgára való felkészüléssel. Mindenkinek figyelmébe ajánlom, gondolja végig. A semmittevéssel egyetlen baj van. Sosem lehet tudni, hogy mikor végez vele az ember. Bizony, aki a nyáron végre erőt vesz magán, és felhagy a semmittevéssel, majd sikeres pótvizsgát tesz, az éppen akkor fogja befejezni az évet, amikor a következő elkezdődik. Tehát a jövőre nézve én javaslom, hogy ők kicsit komolyabban vegyék a tanulást a következő tanévben. Köszönöm mindenkinek a helytállást, és külön azoknak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik az idei tanévben valamilyen tanulmányi versenyen részt vettek. Ezeken említésre méltó eredményeket értünk el, ők öregbítették iskolánk jó hírét. 34 tanulónk vett részt különféle megyei szervezésű versenyeken, 25-en országoson, 21-en pedig egyéb versenyeken mérték összetudásukat. Kiemelkedő eredményeikről folyamatosan tájékoztattuk a szülőket, partnereinket, iskolánk blogján, honlapján. Én azt gondolom, hogy ezt most itt nem sorolnám fel, ha megengeditek. Szeretném megköszönni azoknak a tanulóknak is a munkáját, akik az iskolán közösségi életéért tették a legtöbbet. Hiszen egy iskola nem csak tanintézmény, tudásgyár, hanem közösség is egyben, ahol éppen azért jó lenni, mert mindannyian úgy érezzük, tartozunk valahová. Az idei tanévben sem szenvedtünk hiány jó hangulatú, változatos programokban. Gratulálok a diák önkormányzat tevékenységéhez is, akik nagyon sok és aktív szerepet vállaltak ezeknek a programoknak a szervezésében. Köszönöm valamennyi kollégámnak, munkatársamnak a tanév során végzett munkáját, fáradozását, az önként vállalt többletfeladatokat, a nehéz körülményekben és a kritikus pillanatokban
egymásnak nyújtott segítséget. Kiemelkedő eszközparkunk, felszereltségünk, a sok kirándulás, színes program, rendezvény, a sikeres pályázati tevékenység eredménye, amely nagymértékű többletmunkával jár. Tudjuk ezt mi pedagógusok a pályázatírás, dokumentáció kapcsán, a tanulóink, akik folyamatosan írják a rendezvényekhez tartozó jelenléti éveket, és a szülők is, akiknek havonta legalább egy-két kérdőívet, nyilatkozatot, vagy éppen jelentkezési lapot kell kitölteniük. Köszönjük a türelmüket, a megértésüket. Kívánom, hogy a nyár hozzá mindenkinek azt, amit szeretne, és találkozzunk újra feltöltődve, kipihenten itt szeptemberben. Mindenki hozza majd el a maga kis kavicsát, kövecskéjét, tegye hozzá a mi kis világunk építéséhez. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a szülőknek az önfeláldozó segítséget, amellyel segítették iskolánkat. Kérem, hogy továbbra is legyenek partnereink iskolák fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében. Köszönöm, hogy hívás nélkül is jöttek, hogy kérés nélkül is adtak. Kiemelten szeretném a búcsúzó osztályfőnökök nevében köszönteni munkájukat, segítőkészségüket, egy jelképes rózsaszállal megköszönni azoknak a 4. és 8. szülőknek, akik nagyon sokat tettek az osztályközösségért. És akkor szeretném, hogyha kijönne Bencsik Tiborné, hogy megköszönhessük neki a sok-sok segítséget. Majd eltesszük szerintem, hogyha valaki nincsen itt. Jó, tehát Buktáné Bodnár Szilvia, Antainé Tóth Pál Éva, Hónya Adrián, Szeredi Diana, Pocokné Bocsi Orsolya, Mezőné Zsiga Anna, Szeghalminé Juhász Krisztina, Antal Barbara, Thank you.
Nagy Csilla. És Vasné Berényi Erika. Igaz, hogy nem az Oscar gálán vagyunk, de a köszöntők sorából és a köszönetek sorából nem hagyhatjuk ki és nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskola fenntartó EGRI tankerületi központ, valamint Füzesabony város polgármestere és képviselőtestülete támogatását, és köszönjük a lojalitásukat, a segítségüket. A hosszúra nyúlt tanév végén már kicsit türelmetlenül várjátok a gondtalan pihenést, de aki tartalmasan szeretne egy-két hetet eltölteni a nyári szünetből, még lehetősége van jelentkezni egy intenzív angol nyelvtanfolyamra, keressétek ki Zsuzsa tanárnénit. A szünetben vigyázzatok saját magatokra és társaitok testi épségére is. Minden évben elmondjuk, de nagyon-nagyon fontos, hogy a kerékpáros közlekedés szabályait tartsátok be. Ahol nem szabad, ott ne fürödjetek, és egyáltalán vigyázzatok nagyon magatokra. Mindenkinek kívánok jó pihenést, és várunk benneteket szeptemberben. Alfred Kapu szavaival búcsúzom tőletek. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Találkozunk szeptemberben. Hogy szünidő újra nyár van. Aki elfáradt, pihenjen, kinek mennie kell, menjen. Szívében ne legyen tüske, iskolánkra legyen büszke. Ha jó volt a bizonyítvány, újjongs, ha egy kicsit hitvány, ne csükkedj el, nézz előre. Bizonyíts be majd jövőre, hogy többet élsz. De most vége, itt a vakáció végre. Kisdiák, nagydiák, tiéd az egész világ. Adjon Isten egészséget, az égre sok fényességet. Lombok alá hűvös árnyat, hogyha vége lesz a nyárnak. Csupa szépet jót meséljünk, amikor majd visszatérünk. 10 hónap. Tíz hónap elég a jóból, készülésből, izgalomból,
felelésből, dolgozatból, matekból és fizikából. Ránk fér már egy kis pihenés, későnkelés, semmit tevés. No meg játék, sok-sok móka, fejes ugrás a hűstóba. A szívünk is fakó sápad, kedvünk napfürdőre támad. Bőven lesz majd szabadidő, sok mindenre elegendő. Ám otthon is segítkezünk, s egy-két könyvet kézbe veszünk. A megszerzett sok ismeret feledésbe el nem veszhet. Hasznos, vidám, együtt szépen, belefér a nyárba éppen. Sok szép emlék összegyűlhet, amiből erőt meríthet, szeptembertől minden diák, ha elkezdi az iskolát. Ismerkedtünk a számokkal, betű rengeteggel, és mi is olyan korán keltünk, mikor a nap kel fel. Kiolvastunk minden könyvet, amit a táskánk rejtett, az írásunk napról napra egyre szebb és szebb lett. Szorgos kezünk festés színe szinte sose fárad, rajzainknak szüleink is csodájára járnak, torna órán sincs lassállás, oly fürge a lábunk, ugrik szökken, mint a szöcske, szinte meg sem állunk. Iskolánk egy kis időre, búcsút intünk néked, de ne aggódj, visszatérünk, nem hagyunk el végleg. Pihenjen most asztal távol a füzet radír kréta, tudjátok, a diákoknak szünet is nyár néha. Úszás, tábor, napfürdőzés, ám ha őszbe érünk, tudjuk, nagyon hiányzol majd, s újra visszatérünk. Felkérem Fejes Ildikó tanárnőt, iskolánk alapítványának, kuratóriumának elnökét, adja át a jutalomkönyveket. Tisztelt vendégeink! Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek, akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyelme és ereje van. Jesse Owens, négyszeres olimpiai bajnok atléta fogalmazta meg ezeket a sorokat, aki az 1936-os berlini olimpián nyerte élete első aranyát. Életútja igazolja, hogy ő meg is valósította álmait. Ezen az úton haladnak iskolánk azon diákjai is, akik a mai napon, a 2018-19-es tanév zárásaként megkapják iskolánk alapítványának jutalmát. A Teleki Blanka Általános Iskola 4. A osztályának tanulója, első jutalmazottunk. 4 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt ért el, példás a magatartása és szorgalma, az osztályát erősíti közösségi munkájával. A Kölcsei Ferenc megyei nyelvi versenyen 3. helyezést, a Kálban rendezett hangosolvasási versenyen 2. helyezést ért el. Az országos mesevetélkedő megyei elődöntőjén eredményesen szerepelt csapatával. A komplex anyanyelvi és matematika versenyen sikeresen képviselte iskolánkat. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy az alapfokú művészeti iskola tanulójaként kiváló eredményeket szerzett a zenei versenyeken, Bukta Laura Zoé. Kitűnő tanulmányi eredményű 5. A osztályos tanuló a következő jutalmazott, aki amellett, hogy az iskolai életben aktívan kiveszi a részét a munkából, különböző iskolán kívüli sportrendezvényeken is öregbíti iskolán hírnevét eredményesen. Tóth Anna Dorina.
A harmadik jutalmazottunk egy 5. B-osztályos tanuló, aki szintén példamutató magatartású és szorgalmú. Tanulmányi eredménye kitűnő, 9 tantárgyból kitűnő eredménnyel zárta az 5. évfolyamot. A Kölcsey Ferenc megyei nyelvi versenyen 6. helyezést ért el, az Arany János országos magyar nyelvi versenyen az országos döntőben 10. helyezést hozta el Nagy Norina. A következő díjazott a 7. A-osztály tanulója. Kitűnő tanulmányi eredményű az Alapfokú Művészeti Iskola tanulója is. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei 7., a Locianos szövegértési és nyelvhelyességi versenyen az országos döntőben képviselte iskolánkat Mohácsi Petra. Az idei tanévben alapítványi jutalomban részesül a 8. B-osztály egyik tanulója, aki igazolt játékosa a Füzesabonyi Sportklub kézilabda csapatának, ahol beállósként versenyez. Emellett az iskolai kézilabda és lány futball csapatban is játszik a 4. korosztályban. Mindkét csapattal megyei 3. helyezést szereztek ebben a tanévben. A sport mellett kitűnő tanuló volt az általános iskola 8 év folyamán, a Neumann János Középiskola megyei matematika versenyén igazgatói különdíjat kapott, az Andrássy Gyula Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium matematika versenyén 2. helyezést ért el. Külön kiemelendő, hogy a Neumann János Középiskolában az előzetes felvételi rangsorban ő állt az első helyen. Tomaházi Krisztina. Tisztelettel köszönjük az alapítványunknak nyújtott támogatásukat. Köszönöm a figyelmet. Hallgassuk meg az énekkar következő dalát. Van, amit
második osztályos záró műsora. Ragyog az ég, ugye a strandból sosem elég. Egy vízpart kell mindegy, hogy hol. Úgy váltuk már a csodát, ma végre együtt van a család, és mindenki vígan lubickol. Most az újás, húszogumival apa, nyugi, ne légy ideg. Shabbat.